Újban átlövővel bővült csapatunk kerete a nyáron. William Bogojevic a dán Silkeborg együttesétől érkezett az OTP Bank PIK Szegedhez. Vezetőedzőnket Mike Apelgrént régi ismerősként köszöntheti, hiszen hosszú éveket dolgoztak együtt Svédországban. William már egészen kicsiként belecsöppent a sportágba, amelybe azonnal beleszeretett. Ahonnan származom, minden gyerek kézilabdázik a városban. Tehát természetes volt, hogy én is kipróbálom. Valamint a bátyám is kézilabdázott, tehát onnan is kaptam motivációt. Egyből megtetszett a sport, és azóta is játszom. Mivel egy igazi kézilabdás családban nőtt fel, így bőven volt lehetősége példaképet választani. Természetesen felnézek a bátyáimra, de rájuk már nem a kézilabdában, hiszen ők nem játszottak olyan sokat. Gyerekként több példaképem is volt, Nikola Karabatic, Mikke Hansen, Daniel Narcisz vagy Ivan Obalics. A legtöbbik ellen volt szerencsém játszani is most már, ami nagyszerű élmény volt. De igen, volt egy pár példaképem. Mint ahogy a legtöbb kézilabdázónak, így neki sem hullott semmi az ölébe karrierje során. Hosszú és rögös út vezetett odáig, hogy klubunk játékosa lehessen. Sävehofban kezdtem játszani Svédországban. Onnan mentem át Dániába, a Silkeborg csapatához, ahol 4 évet töltöttem el. Amikor felmerült a lehetőség, hogy Szegedre jöjjek, egyértelmű volt számomra, hogy itt szeretném folytatni. A PIK Szeged az én szememben mindig is az egyik legnagyobb klub volt, és amikor megkerestek, könnyű döntés volt őket választani. William egy született balátlövő, és nagyon örül annak, hogy nemrég végre elkezdhette a közös munkát Bodó Ricsivel és Borut Mácskovsekkel. Mindig is balátlövő voltam. Még kicsiként kifejezetten magas voltam, és az ifi csapatokban a magasakat rendre átlövőnek teszik be. Valamint jól lövök, tehát természetesen jött nekem. Nagyon örülök, hogy együtt dolgozhatok a többiekkel, mindkét másik balátlövő klasszis játékos. Remekül védekeznek, és kiválóan lőnek. Nagyon jól kijövünk egymással, és biztos vagyok benne, hogy eredményes lesz a közös munkánk. Ideérkezésekor kis létszámban edzett a csapat, de így is már a legelején megtapasztalta, hogy milyen kemény munkát végez mindenki. Már a felkészülés elején az volt az érzésem, mint a hetek óta edzenénk, hiszen folyton izomlázam volt. De ez kellett, hiszen én is és a többiek is így tudunk felkészülni a szezonra. Minden nagyszerű itt, az aréna, az edzési feltételek mind világszínvonalúak. Minden nagyon jó. A játék és a felkészülés is más itt, mint Svédországban, de talán a legnagyobb különbség az időjárás. A hosszú esős esték után ki ne érezné jól magát a napfényvárosában. Az időjárás nagy különbség. Északon mindig esik és hideg van. Szükségem volt már a plusz D-vitaminokra, amit itt szerezhetek a napon. Eddig nagyon élvezem. A barátnőm szerencsére velem tudott tartani, ketten költöztünk Szegedre. Találtunk már egy lakást, szép nagy erkélyünk van, ahol az edzések közötti szünetben tudjuk élvezni a napot. Közel lakunk az arénához, közel a városhoz, szóval tökéletes. Amikor pedig nem a kézilabda játsza nála a főszerepet, akkor is leginkább sporttal tölti szabadidejét. Alapvetően egy nyugis srác vagyok, kávézni szeretek a barátaimmal vagy a családommal. Szabadidőmben még szeretek sportolni, pingpongozni, squasholni vagy kosarazni. Az aktív életmódot kedvelem. Megtapasztalhatta a munkát és a pihenést is nálunk. Hamarosan jöhet tehát a szezon rajt. William tisztában van a csapatra váró feladat nehézségeivel, de kész szembenézni velük. Több meccset kell nyernünk idén, főleg a Veszprém ellen. A Bajnokok Ligájában is nehéz csoportot kaptunk, de hiszem, hogy meg tudjuk mutatni, mire vagyunk képesek, és tovább juthatunk. Megtiszteltetésnek érzem, hogy itt lehetek, kész vagyok arra, hogy megmutassam, mit tudok. Aztán kiderül majd, hogy ez mire lesz elég.